Sziasztok! Isten áldását kívánom életetekre! Örülök, hogy ma is velem tartotok, hogy egy kicsit tovább vizsgálódjunk a messiás mennyasszony a kérdéskörben, mégpedig az izraelita menyegzői rendszer összeállását vagy folyamatát megvizsgálva és ebből levonva bizonyos üzeneteket az ebben a rendszerben lévő képekből, gyakorlatból. Miképp a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, mondta az Efezus 5.25-ben Pálapostól. Ha még nem láttad volna a Krisztus valódi menyasszonyáról szóló legutóbbi üzenetemet, én azt javaslom, hogy kérlek előbb azt hallgassd meg. De ha úgy gondolod, menjünk tovább. A Krisztus menyasszonyáról szóló üzenetben az írások alapján megállapítottuk, hogy Isten nem vetette el Izraelt, az Eklézia nem lépett Izrael helyére, Istennek nincs két mennyasszonya, hanem Krisztusban Izrael és az eklézia egy mennyasszonya olvad össze. Természetesen a Krisztusban hívő Izrael és a Krisztusban hívő eklézia tagjaira gondolok, nem általában azokra, akik magukat izraelitáknak, vagy akik magukat az egyházhoz tartozónak vallják. Ma megvizsgáljuk, hogyan függ össze, a zsidó menyegzői rendszer azzal a tervel, amit Isten szán a messiásnak, mint vőlegénynek, és az új embernek, azaz a hívő Izraelnek és a hívő ekléziának, mint a messiás menyasszonyának. A zsidó menyegzői rendszer hat stádiuma közül az első lépés a megállapodás. A vőlegény apja megállapodást köt a menyasszonyapjával, és kifizeti a menyasszonyapjának a menyasszony ez akár már a vőlegény és a mennyasszony gyermekkorában is megtörténhet, gyakran megesett, hogy egészen az esküvő napjáig, ennek ellenére nem is találkoztak egymással az ifjú vőlegény és mennyasszony. Mi ennek a vonatkozása ma a mai kereszténységre nézve, vagy az egyházra nézve? Isten, aki a vőlegény apja a jelen esetben, megállapodott és megfizette a menyasszony pénzt. Ez a menyasszony pénz pedig az értünk kifizetett ár nem volt kevesebb, mint az ő egyszülött fiának, a názereti Jézusnak az élete, a vére. Az Efezus 5.25 szerint miképpen a Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Tehát egy nagyon odaszánt vőlegényünk van, aki a saját életét sem kimélte azért, hogy mi az övé lehessünk. A János 3.16 is ezt erősíti meg, mert úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát ez a megállapodás euh, vérrel lett megpecsételve. Ez egy nagyon komoly elköteleződést jelent. A következő fázis a felkészülés. Ez az eljegyzési szakasz, amely legalább egy évig tart. De akár több évig is tarthat, különösen akkor, ha a megállapodást még a menyasszony és a főlegény gyermekkorába kötötték. Ez idő alatt a menyasszonyt felkészítik és megtanítják a feleség szerepére. Ekkor figyelik meg, hogy a menyasszony valóban tiszta-e. Az ez idő alatt eltelt kilenc hónap ugyanis bizonyíthatta, hogy az eljegyzéskor a menyasszony még szűz volt, de legalábbis gyermeket nem várt. Ha az év lejárta előtt, mégiscsak gyermeket szült a mennyasszony, akkor tudták, hogy erkölcsen állapotban volt. Ugye ez volt Józsefnek is a nagy dilemmája, hogy Mária, aki az ő egyese volt, de gyakorlatilag már elkötelezték magukat egymás felé, most hogy fogja ezt az egész történetet megúszni? Ugye József nem akarta, hogy ezért a korszokásához híven a törvény alapján halára kövezzék Máriát, el akarta bocsátani titokban, de aztán az úrangyala ugye megjelent neki és megnyugtatta, hogy Mária nem lépett félre, és aki benne fogant, az az élő Istentől van. Úgyhogy József, mivel igaz ember volt, igaz szívű ember volt, hát biztos, hogy nem egyszerű volt számára földolgozni ezt a helyzetet, de végül is egy megfelelő döntést hozott és elvettek és feleségül az idő letelte után az ő jegyesét Máriát, fölvállalva egyébként azt is, hogy valószínűleg azért azok, akik ismerték őt, föltűhetett nekik, hogy hát a menyegzőhöz képest még nem telt el kilenc hónap, és már Mária meg is szülte az ő gyermekét, hát ezek már valószínűleg egy kicsit előbb megismerték egymást, mint kéne. Gondolom én, ugye erről sehol nem ír az írás, de hát ismerjük az emberi természetet. A 2. Korintus 11.2. szerint. Mert isteni buzgósággal buzgok értetek, mondja Pálapostól, hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsanak a Krisztus elé. Tehát a mesiás menyasszonya, még a mai napig a felkészülés és tökéletesítés alatt áll az ő számára. Pál szerint az eklézia ellet jegyezve a férje messiás, és a cél az, hogy az eklézsia tiszta szűzként álljon elé. Az eklézsia jelenleg a felkészülés időszakában van, mint a menyasszony, hogy illő társa lehessen férjének, és amikor eljön a nagy nap, az egyház tiszta szűzként áll majd a messiás elé hogy azt megszentelje, mondja Pál, már mint az egyházat Jézus, megtisztítva a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömör, vagy valami efféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. A 26. vers megerősíti tehát, hogy az eklézia jelenleg még a megszentelődés folyamatában van. A megszentelődés jelentése az, hogy elkülönítés. Az egyház ellet különítve a messiásnak. Az eklézia ezen az elkülönítésen keresztül tisztul meg. És itt ez a víznek fürdője, ez az Isten szavát jelenti, Pál Lapostol szerint, és nem pedig a vízkerestséget, tehát nem önmagában a bemerítést, hanem az Isten igéje általi, az Isten igéjének vize, igéjének fürdője általi megtisztulást jelenti. Ez azt jelenti, hogy egy folyamatban vagyunk, amiben igencsak szükségünk van Isten szavára, melyben az egyház egyre jobban hasonlóvá lesz ahhoz, amit Isten szava mond. De hát hogyan tud azzá lenni, úgy, ha tanulmányozza, magáévá teszi, megfogadja és megcselekszi azt, amit az Isten beszéde, az Isten szava mond a számára. A 25. vers aztán leírja, hogy mi a célja ennek a megszentelődési folyamatnak, az, hogy az egyházat dicsőségessé tegye, hogy Isten dicsősége látszódjon az egyházon. Ez ugyanaz, mint az a szándék, hogy az egyházat szeplőtelen szűzként állítsa Krisztus elé. Ez ugyanez a két kép. És ezután felsorolja a dicsőséges Eklésia négy jellemzőjét, a dicsőséges menyasszony négy jellemzőjét. Nem lesz benne szeplő, vagyis semmilyen külső tisztátalanság. Nem lesz benne sömör, vagyis nem lesz bizonyíték a korára szent lesz, vagyis végül eléri a teljes szentséget, és fedhetetlen lesz, vagyis nem lesz benne belső tisztátalanság sem. Nos, mielőtt úgy gondolnánk, hogy ezt még a földi életben elérjük, sajnos nem. Mindez végső soron a messiás ítélő széke előtt fog befejeződni, ahol az egyház esetében el fog égni a fa, a széna és a pozdorja, az arany, az ezüst és a drágakő pedig megtisztul ennek az ítéletnek a tüzében. Az első Korintusi levél harmadik fejezet 11-től 15-ös versik erről beszél. Tehát nem kell félnünk, kedves barátom, kedves testvérem, nem kell félnünk, mert hogyha te Krisztusban vagy, a te hitedet az ő kereszt áldozatába vetetted, ha bízol abban, amit ő tett érted a Golgotai kereszten, és nem abban bízol, amit te el tudtál eddig érni, vagy majd az életed végéig el tudsz érni, akkor amikor a messiás, a Krisztus ítélő széke elé odaállsz, akkor nem kárhoztató ítéletbe lesz részed. Igaz, hogy az az ítélet is tűzben fog végbe menni, de itt a tűznek a feladata nem az lesz, hogy téged örökre elemészen, vagy a tűznek tovább juttasson az örök kárhozatra, hanem mindazokat a dolgokat, amik benned tisztátalanok, tökéletlenek emberiek, amik, amiket itt a földi életedben nem tudtál elrendezni, amiben nem tudtál változást eszközölni az életedben, ezek a fa, a széna és a pozdorja dolgok az életedben, a bűnök az életedben, ezeket Isten kegyelmének a tüze fogja elégetni, kiégetni belőled. Az arany és az ezüst és a drágakő viszont, azok az értékes dolgok, amiket itt ebben az életedben tettél, megéltél, azok viszont meg fognak tisztulni, megmaradnak, és azok jutalmart érdemlő dolgok lesznek majd oda Tehát a messiás ítélő széke nem egy kárhoztató ítélet lesz, hanem egy megtisztító ítélet és egyben egy jutalmazó ítélet lesz. Ugye nem kell félned ettől, hogy majd egyszer meg kell ott állnod. Hiszen az Efezus 5.29 is azt erősíti meg, hogy mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, és te Jézus Krisztus teste vagy, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképp az Úr is az egyházat. Tehát Pál itt két dolgot leleplez. Az egyik, hogy az egyház dicsőségessé fog válni. Az egyházat az Úr táplálja, az egyház fel fog épülni, és erőt fog kapni. A második dolog pedig, hogy az egyházat Krisztus gyengéden és gondosan törődve ápolja és gondozza. Pont úgy, mint ahogy egy pásztor, egy jó pásztor terelgeti az ő nyáját, és vigyáz az ő bárányaira. Nem abban gyönyörködik, ha valamelyik engedetlen vagy buta bárány, akkor leöldököli este felé, és leszúrja, mert annak már mindegy, mert az egy ostoba bárány, hanem próbálja megtartani, sőt, még a vadállattal is megküzd, az életét is kész odaadni a juhokért. Oké, ebben most mi ebben nem mennék bele. Viszont elérkeztünk a következő fázishoz, a menyasszony elhozásának fázisához. A zsidó menyegző szerint a vőlegény az esküvő napján elment a menyasszony házába, hogy hazavigye magához. Ez egy a Máté 25.1-13-as versekben leírtakhoz hasonló mennyegzői menettel párosult. Ugye ez a történet a 10 szűzről szóló történet. A vőlegény elment, és a menyasszonynal tért vissza. És szeretném itt leszögezni, ez egy nagyon fontos igazság, hogy a tíz szűz az nem a Krisztusban hívő, a Krisztust váró eklézia, Mert a Krisztust váró, a Krisztusban hívő eklézia az a menyasszony. És a vőlegény a, a menyasszony házába, a ért megy. És amikor jön vissza, hogy elvigye a maga házába, akkor már a mennyasszony ő vele van. Tehát nem tíz szűzként várja, hogy visszatérjen a vőlegény, hanem mennyasszonyként együtt van a vőlegénnyel. Ez a példázat tehát alapvetően nem rólunk szól, hanem azokról az emberekről, akik szintén meghívást kapnak a bárány menyegzőjére, na erről majd mindjárt később, viszont nem mint mennyasszony kaptak meghívást, hanem már egy másik hát hogy úgy mondjam, minőségbe, de erről is lesz mindjárt szó. Tehát ebben a példázatban a szüzek, még egyszer mondom, nem az egyházat képviselik. A szüzek azok, akik kimennek, hogy találkozzanak a hazatérő vőlegénnyel és mennyasszonyjal. Úgyhogy kedves testvérem, ha Krisztusban hiszel, ha beléveted a bizalmad, ahogy már az előbb is mondtam, akkor nem kell félned attól, hogy te vajon most balga szűz vagy-e, vagy okos szűz vagy-e, hogy van-e olajad, vagy nincs olajad, mert ha Szent Szellem által újjászülettél, és Isten szelleme él benned, akkor kell, hogy legyen olajad. Ez a rész az egyház elragadtatásáról szól mármint hogy a mennyasszony elhozása. A messiás mennyasszonyának elhozása ugyanis ezáltal teljesül be. Az erről szóló fő írásrész az 1 Thessalonika 4, 13-as, 18-as versei. A 13. versben elhangzik egy kérdés, hogy na de mi a helyzet a meghalt szentekkel? Lemaradnak az elragadtatás előnyeiről. Csak az élők lesznek ennek részesei, csak az élők lehetnek majd Krisztussal, csak őket fogja elragadni? Nos, a 14-15. versekbe kijelenti Pál, hogy nyugi, ők sem maradnak le, tehát aki Krisztusban hunytak el, ők sem maradnak le az elragadtatás előnyeiről, sőt, már az élő hívőket megelőzően részesülnek abban. Ugye a 16-17. versekben leírja az elragadtatás hét lépését Pál. Az első az, hogy a messiás eljön a mennyből, az őházából, a föld légkörébe, ilyen módon belép a mennyasszony otthonába kiáltani fog, ez a második lépés, a görög szó egy katonai parancsszóra utal. A folyamat beindítására tehát úgy fogja kiadni Jézus a parancsot, mint egy tábornok. Ezután jön az arkangyal szózata. Ugye alparancsnokként Mihályt, az arkangyalt láthatjuk ebben a képben, aki megismétli a fő parancsnok utasítását egyel lentebbi rangban és szinten. Negyedik lépésként azt, ha azt látjuk, vagy azt írja Pál, hogy az isteni harsona hangja hangzik. Tehát kürtzengés lesz. Miután az alparancsnok kiadta az utasításait, a harsonás, vagy harsonások pedig kürtölnek, hogy a katonák tudják, hogy mit kell tenniük. Hogy támadjanak, hogy visszavonuljanak, előre nyomuljanak, jobbra tartsanak, stb. Ugye a katonai világban, itt viszont ugye egyrészt ez a szenteknek jelez, hogy itt az idő feltámadni, itt az idő elragadtatni, itt az idő jönni a vőlegényhez. Felhangzik tehát az isteni harsona. Ehhez megjegyzésként engedjetek meg egy gondolatot, én abban hiszek, de vizsgáljátok meg, és nem muszáj ebben nektek is hinnetek, és elfogadnotok, de én abban hiszek, hogy az elragadtatás az nem máskor fog megtörténni, mint valamelyik kürt ünnepén ugyanis az Úr ünnepei közül, a hét ünnepe közül a kürz, eddig mindegyik, ugye mindegyik a názereti Jézus egy-egy életének és földi, hát hogy mondjam, első és második eljövetelének valamelyik fázisáról szól. És az első ünnepkör, a tavaszi ünnepkör, az teljes egészében mindegyik azon a napon valósult meg és történt meg a názáreti Jézus életében, mint egyébként az ünnepnek az adott napja van. Ezért nincs okunk feltételezni azt, hogy az őszi ünnepkör eseményei nem az őszi ünnepek adott napján fognak beteljesedni. és az őszi ünnepek ugye a küldzengés ünnepével kezdődnek, egyébként ez ugye a zsidó polgári új évnek a kezdete, tehát én abban hiszek, hogy az elragadtatás az valamelyik évben, amikor, amit nem tudunk, hogy mikor lehet, hogy a melyik év ez, azt nem, 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 nem köti az úr az orrunkra, nem kötötte az orrunkra, de valószínűleg az elragadtatás valamelyik körzengés ünnep napján fog megtörténni. Úgyhogy Isten azért nem hagy minket teljes bizonytalanságban ezzel kapcsolatban, hogy vajon mikor jön vissza. Én úgy gondolom, hogy eddig következetes volt az ünnepeihez, ezután is valószínűleg következetes lesz. Tehát a vőlegény az egyik körzengés ünnepe alkalmával fog értünk eljönni, az én látásom szerint. Oké, okay. na de ekkor a messiásban meghaltak támadnak fel először, tehát azok, akik addig meghalnak, és Krisztusban hívőként halnak meg, és ezért nem maradnak le a meghalt szentek az elragadtatás előnyeiről. Először részesülnek benne, hiszen elsőként ők támadnak föl. Ezután jön a hatodik lépés, hogy az élők, a még akkor élő Krisztusban hívők a földről, elragadtatnak velük együtt a felhőkön, az Úr a levegőbe. Az elragadtatás egyébként tanít Pál is, tanít Jézus is, ezekben az üzenetekben most nem mennék bele mélyebben. A hetedik pont, a végső pont pedig az, hogy a hívők mindenkor az Úrral lesznek. Innentől kezdve a menyasszony Jézussal lesz, mert már nem is menyasszony, hanem feleség, és Jézus az ő férje. Tehát a megtisztulás és megszentelődés végső állomása, a menyasszony elhozása és a mennybe után történik. Itt az 1 Korintus 3. 10. 15. szerint a messiás ítélő a faszén a pozdorja, mint mondottam, megég, és az aranyezüst és drágakövek megtisztulnak, és az egyház valóban megdicsőül, mert ezen a ponton a halandó halhatatlanságot, a romlandó romolhatatlanságot ölt magára. Ezután veszi kezdetét a mennyben a mennyegzői szertartás. A természetes szinten is a zsidó mennyegzői rendszerben a negyedik lépésre, a szertartásra, a vőlegény otthonában került sor. Rendszerint csupán néhány közeli családtagot és két tanút hívtak meg, hogy azok figyelemmel kísérjék a mennyegzői szertartást. A mesiásra és mennyasszonyára vonatkozó alkalmazás szerint ez ugye a mennyben lesz ez a szertartás, és a néhány meghívott az csak is azokból fog állni, akik már a menybe vannak. Kizárólag azok tudnak majd részt venni ezen a menyegzői szertartáson, akik részesültek az elragadtatásban, azaz az első feltámadásból az igazak feltámadásában, akik Krisztusban hunytak el. A menyegzői szertartásra vonatkozó főírás és egyébként a jelenések 19. fejezetében van megírva és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván halleluja, mert uralkodik az Úr a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a fehér gyolcs az igazságos cselekedetek, ez az arany, az ezüst és a drágakő az életünkből, ami megmarad, amit a tűz nem elpusztít, hanem megtisztít. A szertartásra tehát a mennyben kerül sor, amelyet azután a mesiás második eljövetele fog követni. János a 11-16-os versekbe beszél erről. A mennyegzői szertartás a mennyben közvetlenül Jézus második földi eljövetele előtt történik meg. A zsidó szokáshoz hasonlóan az otthoni szertartásra tehát csak azok hivatalosak, akik már a mennyben otthon vannak. A feleség elkészült, most arra megdicsőült, nincs benne szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami efféle, tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözik, úgyhogy ugye, ami az igazságos cselekedetek. Ez azt jelenti, hogy mire a messiás ítőlőszékének vége, a megszentelődés folyamata teljes, és a mennyasszony valóban tiszta szűzként áll a messiás előtt a menyegzői szertartásban. Úgyhogy nincs akadálya, hogy Jézus és az Eklézia egyé váljon. Ezután jön a lakodalom, az ötödik fázis. A zsidó menyegző rendszerben a lakodalom az ötödik lépés, amelyre már sokkal több ember hivatalos. Míg a menyegzői szertartása csak néhányan, addig a lakodalomra sokkal többen hivatalosak, hogy megünnepeljék a fiú esküvőjét. A lakodalom gyakran hét napig is eltartott ebben a kultúrkörben. Oké, okay, itt is a Krisztus és a, a, a mennyasszonya ö, és a felesége ö, vonatkozásában is azt látjuk, hogy a lakodalomra már itt a Földön kerül sor. Tehát a menyegzői bulira mondjuk úgy a Földön kerül sor. Valójában maga az ezer éves királyság az a lakodalommal kezdődik. Kik lesznek jelen ebben a lakodalomban? Kik lehetnek részesei ennek a lakodalomnak? Hát például az ószövetségi szentek, akik a nagy nyomorúság után támadnak fel. Most nem részletezem, de az Ézsajás 26-ban és a Dániel 12-ben is olvashatunk erről, illetve a János 3-ban. Bemerítő János ugyanis nem tekintette magát például a menyasszony részének, hanem egy harmadik kategóriaként utalt magára a vőlegény barátjaként. Ugye ez azt jelenti, hogy János, mint az utolsó ószövetségi proféta az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb Jézus szerint, nem a menyasszony része, mert ő még egy másfajta kapcsolatban volt a názereti Jézussal. Ő a vőlegény barátja, de nem ő egyedül, mert a vőlegény barátai közé tartoznak még az ószövetségi szentek, akik már a lakodalomra hivatalosak egy másik csoport, akik nem lesznek jelen a menyegzői szertartáson, de jelen lesznek a lakodalmon, azok pedig a nagy nyomorúság szentjei. Ugyanis látni kell azt is, és ennek a részleteiben sem fogok tudni most mélyebben belemenni, de az elragadtatással elkezdődik egy olyan időszak a Földön, amit úgy is neveznek, hogy az Antikrisztus uralkodása, vagy a nagy nyomorúság, hogy most ez három és fél évet vagy hét évet fog jelenteni, ebbe sem mennék most bele, de legalább három és fél évet igen. És az is biztos, hogy a nagynyomorúság elől Isten el fogja a mennyasszonyt vinni. Jézus el fogja az ő mennyasszonyát vinni. Annak nincs semmi értelme, hogy a nagy nyomorúság, hát, hogy mondja, mészárszékében és szenvedésében itt hagyja az ő jövendőbeliét, és aztán egy, egy, nappal az eljövetel előtt esetleg elragadja magához. Tehát ez logikailag is nonszensz, és nem is biblikus. A biblikus az, hogy, hogy az antikrisztus nem tud addig gyakorlatilag színre lépni, ameddig az a tényező a Biblia szerint, ami ma még visszat tartja az útból a törvénytiprót, az nem fog az útból eltétetni, azaz, ameddig az, a, az egyházat el nem ragadja magával Jézus, a Szent Szellemmel együtt, akit visszahív a földről, mint egy hadüzenetként, addig nem jöhet el az Antikrisztusnak a konkrét királysága. Nem akarnék ebbe belemenni, hogy miért látom így, ez egy másik történet. Viszont térjünk vissza ide a lakodalomhoz. A nagy nyomorúság szentjei, tehát akik az alatt az időszak alatt halnak mártira halált nagy valószínűséggel, a, akik e, Krisztus, e, 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 el, a, az egyház elragadtatása és Krisztus második visszajövetelek közötti időszakban e, szenderülnek jobb ők rögtön a második eljövetel után támadnak föl, erről a jelenések húsz is ér. Ők is vendégként már ott lesznek a lakodalomban. A harmadik jelenlévő csoport Izrael maradéka lesz, akik Jézus Krisztusban végre teljes egészében és egységesen fölismerik a messiást. Tehát értelemszerűen azok a zsidó emberek, akik már most messiásként elfogadják a názeved Jézust, ők már részesülnek az első feltámadásban, illetve az elragadtatásban, és ők a menyasszony részét képezik. Viszont az a, a csoport, aki a nagynyomorúságot túlélve, Euh, Izrael népeként az olajfák hegyére érkező euh, hát férjet, vőlegényt, Jézust és a vele jövő mennyasszonyt megismerik, fölismerik, és, euh, el, és igazat adnak annak, hogy valóban ő Izrael messiása, ők szintén hivatalosak a menyegzőbe. Tehát azok, akik túlélik a nagy nyomorúságot, belépnek a messiási királyságba, és vendénként hivatalosak lesznek a lakodalomra, amely egyben a királyság kezdete is. Az Ézsaiás 25.6 szerint a királyság ezzel a lakodalommal fog kezdődni. És szerez a seregek ura minden népeknek a hegyen lakodalmat kövéreledelekből, lakodalmat erős borból, velős kövéreledelekből, megtisztult erős borból. <kül> Tehát azok, akik vegánok, és nem isznak alkoholt, illetve nem esznek állati termékeket, hát biztos nekik is lesz valamit legelészni majd ezen. A menyegzőn, bocsánat, ezt nem hagyhattam ki, ezt a kis szurkálódást, de hát itt úgy tűnik, hogy kövér eledelek lesznek, és hát ugye én kövér növényeket még nem nagyon láttam, sevelős növényeket. Na, De most visszatérve a lényegre, tényleg bocsánat, hogy trollkodtam egy kicsit, a második eljövetelt megelőzően kiküldik a Meghívást a lakodalomra. Tehát az, abban az időszakban, amikor a, a menyasszonyt elragadja magával Krisztus az ő menyegzőjének a szinterére, a menybe, ezzel alatt az antikrisztusi uralom alatt, ezzel alatt a nyomorúságos idő alatt kiküldik a meghívást a lakodalomra mindazoknak, akik itt maradtak a földön, és már ugyan menyasszonyként nem tudnak részt venni a lakodalmon, de mint vendég még igen. Ugye említettük, hogy a jelenések 19 beszél a menyegzői szertartásról, és a 9. versben a lakodalomról is. És monda nekem, írd meg, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ugye ez megint nem az egyháznak szóló boldog mondás, mert az az egyház eléggé egyértelműen meg van hívva ebbe a lakziba, hiszen ő a menyasszony nélküle elég érdekes lenne hát ilyen lakodalmat tartani. Tehát itt a báránymennyegzőjének a vacsorájára való hivatalos személyekről szól ez az ige, tehát azokról, akik bár nem a mennyasszony részei, de azért meghívót kapnak, hogy részesülhessenek a vacsora áldásaiban. A báránymennyegzői vacsorájára, tehát nem ekkor kerül sor, hanem ekkor még csak a meghívót küldik el. A 11-16-os versek a második eljövetelről szólnak, majd egy 75 napos időtartam után megalapul a királyság. Ez alatt az intervallum alatt támadnak fajt fel az ószövetségi szentek is, és a nagy nyomorúság szentjei is. És ahogy a lakodalom eltarthatott akár hét napig is a zsidó menyegzői rendszerben, úgy ez a mennyegzői vacsora is eltarthat hét napig, vagy akár hét évig is, vagy ki tudja meddig. Egy biztos, hogy ezután a hatalmas buli után érkezünk el a hatodik ponthoz, a vőlegény otthonába. Ugye a hatodik lépés a vőlegény otthonát érinti, és a zsidó szokások szerint a vőlegénynek kell gondoskodnia a megfelelő otthonról a mennyasszony számára. És ezt ő szintén még a második a felkészülés szakaszában teszi meg. Tehát még a mennyasszony arra készül fel, hogy ő jó feleség legyen, addig a férj arra készül fel, hogy a mennyasszonyt megfelelő körülmények közé tudja vinni. Amikor Jézus a mennybe ment, akkor az egyik célja az volt ennek, hogy helyet készítsen a mennyasszonynak, a János 14-ben leírtak szerint. Az a hely, amit a mennyasszonynak készít Jézus, a Biblia szerint pedig nem más, mint az úgynevezett új Jeruzsálem. Jézus jelenleg is készíti az alkalmas helyet a mennyasszonynak, azaz az eklésiának az új Jeruzsálemben. A főírás rész erről a jelenések 21.9-től 22 ig ahol János látja a mennyasszony otthonát. Ugye ezt írja az ige. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással tehát hét pohár van, és szólt nekem mondva, Jer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és elvive engem lélekben egy nagy, magas hegyre, megmutatá nekem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. A 9. vers szerint tehát a mennyasszony ekkora már a bárány felesége, mert ekkora már megtörtént a menyegzői szertartás és a lakodalom, és akár mondhatjuk már ezer éve házasok hiszen az új Jeruzsálem az ezer éves királyság után lesz a végső lakhelye a szenteknek. Az ezer éves királyság után János a mennyasszony örök otthonát látja már a tizedik versben, azaz az új Jeruzsálemet. Majd a 21.11-től 22.5-ig terjedő versektől kezdve leírja a mennyasszony otthonának az új Jeruzsálemnek a részleteit is. Ebben azonban mélyebben most már nem mennénk bele, ezt hagyjuk meg egy másik alkalomnak. Itt néhány illusztrációt láthattok arról, hogy különböző emberek hogyan képzelik el az új Jeruzsálemet, amely majd le fog szállni a földre, miután Isten új eget és új földet teremt az ő ezer éves királysága végén, és ott még lesznek jó néhány más események is, amiben most szintén nem szeretnék mélyebben belemenni, viszont azt láthatjátok, hogy az új Jeruzsálem a Biblia leírása alapján egy kocka. Egy átlátszó, üvegszerű aranyból lévő kocka, benne arany utcákkal, stb. stb. Ebben most szintén nem mennék bele, de ez is egy nagyon izgalmas téma. Úgyhogy összegezve a dolgot, a zsidó menyegző részeit megvizsgálva azt láthatjuk, hogy Isten kiválasztott bennünket az ő fiának Jézusnak, nagyon komoly árat az ő fiának vérét, életét adta értünk, hogy megvásároljon minket magának. Ezután elkezdett minket felkészíteni. Ez a felkészítés viszont itt a földön nem fog teljesen befejeződni, hanem miután elragad minket magával a vőlegény, és elvisz a maga otthonába, ott az ő ítélő széke előtt minden rossz és bűnés maradék trutyi kiég belőlünk, ami viszont érték, és képviselünk értéket is, és viszünk értéket is, az pedig meg fog bennünk tisztulni. Ezek az igazságos cselekedetek mint egy fehér gyócsba öltöztetnek minket, innentől nem lesz akadálya annak, hogy megtartsuk a menyegzői esküvő részt, a szertartás részt, amire nem mindenki lesz hivatalos, csak kevesen, majd visszatérve a földre a második eljövetellel, ami férjünk Krisztussal együtt, lesz egy világra szóló, tényleg világra szóló menyegzője a báránynak, amire viszont sokan mások is hivatalosak, mint azt láthattuk. Majd az ezer éves királyság és uralkodást követően itt a Földön, az új ég és új földben, ami valódi otthonunkban fogunk élni, ami férjünkkel a názereti Jézussal és ami atyánkkal, az Úrral, az Istennel, az új Jeruzsálemben. Nos, még egyszer mondom, ez egy nagyon-nagyon bőséges, és nagyon-nagyon sok részletébe is ö, ö, hát elmélyülést igénylő téma, de ma ennyi fért a keretbe. Köszönöm, hogy meghallgattatok, vizsgáljátok meg, amit mondtam, és a kérdések merülnek föl bennetek, akkor javaslom, hogy menjetek utána, mert nagyon sok jó üzenet és tanítás található egyébként ebben a kapcsolatban az interneten is, de talán majd mi is még ebbe bele fogunk menni a későbbiek folyamán. Legyetek áldottak, és még egyszer köszönöm a figyelmet!